Egyesület köszönő levelet adományoz a Szarkaláb Néptánc csoportnak. Valaki jöjjön a színpadra. Köszönő levelet kap az asszonykórus és a tambora zenekar is. Köszönjük a Kankalin Néptánc Együttes Kefek csoportjának is a részvételt. Köszönjük az Oromhegyesieknek is, hogy itt voltak és szépé tették a rendezvényt. Továbbá a Tiszamenti Zengő Citera zenekar együttes részére is jár az elismerő oklevél. Csókai Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület Csalogány asszonykórusának és a második Rákóczi Ferenc Művelődési Egyesület Rákóczi férfi kórusának is szeretnénk átadni. A debütáló Pöndöly asszonykórusnak szeretnénk átadni az oklevelet, és köszönjük, hogy itt voltak. Szentagunarasi Graca János Színjátszó és Irodalmi Egyesület részére adjuk most az oklevelet. Az Oromi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület egy tagja is fáradjon a színpadra. A Kispiaci Rozmarin névdalkörnek is köszönjük, hogy itt voltak.
A Fabotó Citera zenekarnak köszönjük, hogy kitartottak a határon és eljutottak hozzánk. Az Ady Endre Művelődési Egyesület köszönő levelet adományoz Magyko Árpádnak, a Tornyosi Helyi Közösség tanácselnökének. És végül Szani Marianna és Baksa József fogadja köszönő levelünket. Nem tudom, hogy elférünk és soha baj, lefényképeznek bennünket. Kicsit. Én nagyon szépen szeretném még egyszer megköszönni minden föllépő csoportnak azt, hogy elfogadta a meghívást, és színvonalasabbá tette ezt a szerény kis műsorunkat, amit szeretnénk jövő évben is megrendezni, és újra viszont látni benneteket, titeket, önöket. Nagyon szépen köszönök mindent. Mindenki, ha egy mód van rá, foglaljon helyet.